A Nemzetközi Néptánc Fesztivál táncosaival nem csak a táncházban és a Zicsi színpadi bemutatókon találkozhatnak a székesfehérvári királyi napok látogatói. A fesztivál keretében délutánonként az Országzászló téren, a királyi játéktér keretében gyermekjátszó és kézműves foglalkozással várják a családokat. Kedd délután sem történt ez másként. Most mi magyarok az Alba Régia vagyunk a házigazdái. 16 órakor kezdődik a program. Először az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola tehetséggondozó csoportja ad egy rövid kis bemutatót, és hát örömmel látjuk, hogy a kánikula ide vagy oda azért gyülekeznek a családok, és akkor utána játszom velük egy jót. Magyar népi gyermekjátékokat, mondókákat és a néptánc alapjait adom át a piciknek. Kneifelné Lackó Kriszta továbbá arról is beszélt, mely foglalkozások a legnépszerűbbek a gyerekek körében. Bármit játszom, az népszerű, mert én magam is szeretek játszani, és akkor talán ez úgy viszi át a kicsikre, hogy játszani azt igazán jó. De szeretünk pancsolni, itt lehetőség lesz a kis csobogóban arra is. Futós játék, párválasztó játék, bármelyik jöhet. A királyi játéktér programjainak keretében szerda délután Mexikó táncosai várják a gyerekeket és a felnőtteket felhőtlen fiesztára.